Az idei naptári évben több mérkőzés már nem vár csapatainkra, ezért kicsit körbenéztünk, hogy kinek hogy sikerült zárnia az évet. Az NB3 középcsoportjában szereplő második számú együttesünk október végéig Horváth Dáviddal gyűjtögette a pontokat, majd az első csapathoz való kinevezését követően Kanta József vette át az együttes irányítását, akivel a hetedik helyen zárták az őszi szezont. Nagyon jól éreztem magam tavaly is ebben a szerepkörben, és hogyha már így alakult, akkor örömmel tértem vissza ez az NB3-as csapathoz. Azért az eredmények nem mindig alakultak úgy, ahogy én azt esetleg vártam volna, meg a játék sem minden pillanatban olyan volt, mint amilyet elképzeltem, de hát ez egy normális dolog ennél a csapatnál, hiszen a játékosoknak ez abszolút egy tanulási folyamat, ugye a felnőtt futballban egészen más, mint a ifi bajnoki mérkőzések, több fronton is helyt kellett állniuk. Ez nem egy könnyű feladat, bárki is azt gondolja, ez nem olyan egyszerű. Magával azzal, ahogy a játékosok beleálltak a munkába, az edzésekbe, azzal elégedett voltam. Többször olyan elkerülhető gólokat kaptunk, ami azért a mai fociban azért már kellemetlen tud lenni. Hogyha ezeket a hibákat elhagyjuk, akkor azt gondolom, hogy az eredményes tavasz lehet. Egy edzőcserénél nem csak a padon ülő stábtagok személye, de a játékosok felé támasztott elvárások is változhatnak. Így adódik a kérdés, milyen különbségek vannak a Horváth Dávid, illetve a Jokka féle csapat között? Hasonlóak szerintem így körülbelül az elképzeléseink a Dáviddal. Időnként én szeretek azért kísérletezni, úgymond, hogy a játékosok minél többet tapasztaljanak a futballból. Nyilván a Gyuriék féle elképzelést, nyilván ez nem egyik pillanatról a másikra tud kialakulni. A játékosoknak az a jó, hogyha minél többet tapasztalnak, minél több inger éri őket a mérkőzések közben is, esetleges taktikai váltásokkal, akár meccs közben is, mert ezek jellemzőek a mai futballra, tehát bárhova is viszi őket az élet a felnőtt pályafutásukban. Minden edző mást kérhet tőlük igazából, tehát ezért szeretem azt a részét, hogy változatosabb legyen, egy picit változatos legyen a taktika. Nyilván ez azért nem úgy néz ki, hogy minden pillanatban mást kérek a játékosoktól. Szeretném én is kialakítani azt, hogy legyen egy standard, amit a játékosok nagyon jól megtanulnak, és mindenki komfortosan érzi magát, de időnként a játékosokat azért azt gondolom, hogy belefér itt az NB3-as csapatnál, hogy egy kicsit kimozdítsuk a komfortzónájukból, és egy picit másfajta játékot kérünk tőlük, aztán, hogyha nem működik, akkor még mindig vissza lehet térni ahhoz, hogy amit jól ismernek. Az előző szezon BL meccsein Horváth Dáviddal karöltve irányították az MTK-t. Idén ugyan a hivatalos stábnak nem tagja, de szorosan együttműködött az edzőkkel, és nagy örömmel figyelte a csapat teljesítményét. Óriási siker mindenféleképpen, ha csak az eredményeket nézzük, akkor ilyen eredményt még ezelőtt senki nem ért el magyar futballban, magyar utánpótlásban. Higgadtak voltak, megfelelő koncentrációval játszottak, tehát hogy most csomó ilyen közhelyet lehetne mondani, de ezeken múlik, tehát az, hogy idegenbe tudsz nyerni egy BL mérkőzésen 2-0-ra, ugye Asdodban egy körülbelül egálos párharcban az azért azt mutatja, hogy valamit jól csinálnak a játékosok. Most jön majd az Ajax, az egy egészen más történet, ezt erről szerintem beszélni se kell. De miért ne lehetne itt is, ugye hazai pályán játszunk, egy mérkőzés lesz, miért ne lehetne sikerrel venni ezt az akadályt? Hát a futballban bármi megtörténhet, egy Dávid és Góliát csatája lesz egy picit, de hát nem mindig az erősebb csapat nyer. A játékosokra és persze a stábra is most néhány hét pihenő vár, hogy aztán a családi közegben feltöltött elemekkel kezdjék majd a januári alapozást, de természetesen nem a nulláról fognak indulni. Nincs semmi kétségem a felől, hogy ezeket tisztességesen meg fogják csinálni. Én megmondom őszintén, én nem tiltottam így semmi olyat, ami így karácsony környékére a játékosokra vonatkozna. Én azt mondtam nekik, hogy ezt az időszakot egy picit használják ki, hogy a családjukkal legyenek, hogy nem kell most a futballon gondolkozniuk, muszáj megadni magadnak azt a pihenőidőt, amivel a testedet, a mentalitásodat, a mentálisan, hogy egy kicsit feltöltődve tud elkezdeni az edzéseket, muszáj egy picit leültetni ezt, amikor szünet van.